Sziasztok, itt vagyok most jelenleg Pécs-Külváros vasútállomásán, és most a 1913-tól 1960-ig létező pécsi villamosvonalat fogom bejárni, aminek az egyik induló állomása itt volt. Hát nyilván ugye az állomás túloldalán lehetett az egykori végállomás, és úgy tudom, hogy még a nemiz épülete is áll az egykori villamoskocsi színé, de kicsivel alé, de majd meg kellom azt is megkeresni. Ugye itt van oldalról a Pécs-Külváros, vagyis hát ahogy itt helyben hívják, a kisállomás. És a pécsi villamosról még annyit érdemes tudni, hogy egy vágányú vonal volt kitérőkkel a városon belül. Itt volt egykoriban a kocsiszín. Látszik is az épületen. Az épület az ugyanaz, mint hogy a régi képeken van, de majd fogok ide bevágni képet. 1960-ból még készült egy, amikor még a villamosok is bent álltak, de már a mellette ott voltak a falusi karuszok, hogyha jól emlékszel a képre, amik már a villamos felváltására érkeztek. Na, mindjárt belesünk ide, hát most ugye magánterületbe menni nem lehet, de itt a kerítésen keresztül be tudunk nézni. Még az is lehet, hogy ez egy egykori felső vezetéktartó oszlop volt. Látjátok, itt volt a nemiz kapuja, tehát itt jött előtte a vágány, az biztos, és így ment ki az útra, és aztán fordult el. Hát akkor haladunk tovább. Egyébként azt hiszem 5 vagy 6 viszonylat volt, most én pontosan nem emlékszem, de mindjárt megnézem. 1913-ban, amikor elindult a villamosüzem. Még 1960 környékén már egy külön vállalat volt Pécsnek a közlekedést üzemeltetésére, és gazdaságtalannak ítélték a villamost. Az 50-es években pedig voltak tervek a fejlesztésére, több is, meghosszabbítással, meg modernizálással is, de végül gazdaságtalannak minősítették, és a buszos pótlás mellett döntöttek. És 1960-ban fel is szedték a sineket, augusztus 31-én ment az utolsó villamos, és nem sokkal később már elkezdték a sineket felszedni. Egyébként születtek tervek a villamos újraindítására többször is, úgyhogy 2013-ban is felvetődött, viszont a besült költségek miatt elvetették a tervet. Szóval itt jött a villamos, és ezen az oldalt, itt ment egyenesen tovább. Szóval itt a villamos erre, és ment tovább egyenesen, viszont a Zsolnai negyedhez is vezetett egy járat, ami viszont itt fordult le. Úgyhogy először ezt fogom bejárni. Ezt nézzétek, itt egy óriás kerék. Amikor legutóbb voltam Pécsen, még nem volt itt, bár azóta már több év is eltelt. Valahol itt jött a villamos szerintem az út mellett. Vagy talán itt a Meki helyén, valahol ezen a környéken. Az biztos, hogy egyenesen. És ebbe az irányba. Itt vagyunk valahol Balokányfürdő környékén, és itt lehetett a végállomása, de hogy pontosan itt vagy egy kicsit lejjebb, azt még nem tudom minden megmondani. Láttam képet a végállomásról, be is rakom ide, de nem egyetem, és nézzétek, ott egy elektromos busz. Ilyenek is vannak már Pécsen. Mondhatni ez a konkurencia, vagy legalábbis ez a villamospótló. Elektromos, legalább már az megvan, hogy a busz is elektromos. Viszont itt van az egykori Balokányfürdő, mert szerintem ez volt a bejárat, ezt mindjárt megnézem. És azt az épületet, azt ki lehet venni a háttérbe, de csak azt. De hogy valahol itt ezen a környéken volt a végállomása a villamosnak az. Egy bizony itt volt a strand bejárat egykoriban. Ott még egy bedence látszik, hát azért megszűnt strand, ez ennyi. Ugye itt van a bejárat, ez volt egykoriban, szerintem ez lehetett a fő bejárat. És hát látjátok, már eléggében nőtte a gaz, hát ez biztos nem tegnap zárt be. Nézzétek, itt volt még egy medence. És innen talán jobban látszik az épület is. Hát ennyi, hát most bemenni nem lehet, szerintem jobban, meg most nem is azért jöttem, hogy itt túlbexeljek, de valakit esetleg érdekel, itt egy elhagyos strand. Nem visszatértem ide, a Balokányfürdői szájvonal az arra jött el, viszont a másik az viszont itt jött tovább egyenesen, ez ment a belváros fele, és így erre tovább. Látjátok, továbbra is villamosvonalat követve, itt viszont ugye beépült a környék, tehát itt az épület szélén mentek a sinek a térkép szerint, és így egyenesen tovább a búzatérig. Itt viszont csak így kis kerülővel a mellékutcán lehet követni. Na hát valahogy itt jött a villamos, a térkép szerint legalábbis, és ott fordult el balra. Itt a
Búzatéren keresztül jött, itt ezen a környéken is volt, majd szerintem vágok be innen képet, mert innen biztos, hogy találtam. Nekünk itt rengeteg képet lehet találni, van egy Facebook oldal, a régi Pécs, vagy régen Pécsen, vagy valami hasonló neve van. Be fogom majd ide tenni a leírásba. És ott rengeteg kép van a villamosról. Majd azokból fogok válogatni. Na, Búzatér, és itt jött valahol a villamos, hogy a Király utca felé, és itt ment egyenesen tovább. Nézzétek, ott egy tárgyi emléke a villamosnak, a Campo a ház oldalában, ami a felső vezetéket tartotta. És ugye itt, ott is van egy. Ezek bizony a felső vezeték tartó Campók voltak. Ugye itt végig ez a Király utca, és így tovább is. De hihetetlen, hogy itt valaha villamos járt, pedig igen, itt. Szóval azt hiszem ezen az oldalon jött, hogyha a képeket így néztem. Na, tehát az előbb rosszul is mondtam, hogy a másik oldal, nem itt jött. És ugye errefele, és itt ment tovább egészen a Színház térig, vagy Széchenyi térig. Gyertem. És nézzétek meg, Campo. És a szem közt a másik háznál is van Campo, tehát a felső vezetéktartók voltak. Látjátok, ez az épület fel volt újítva, tehát itt már nem látszik a Campo, viszont ha megnézzük a szembe lévőt, ott van. És erre tovább egyébként itt a Király utcában több épületen is megvannak a Campók, amik a felső vezetéket tartották. Van a templom a Király utcában, ez viszont jól kivehető a képeken, főleg ez a bejárat, tehát innen készült kép ebből a szögből, és itt ment a villamos, itt. Akkor itt tovább menne, kicsivel előrébb szerintem, nem pont itt, de itt volt az úgynevezett Színház téri kitérő, tehát itt két vágánya volt a villamosnak, és itt volt egy olyan megálló, ahol beválták egymást a szemből jövő szerelvények. Aztán megpróbálom pontosan belőni, hogy ez hol lehetett, de szerintem egy kicsit még arrébb volt ilyen régi képeket nézegetve. És bizony itt vagyunk a egykori Színház téri kitérőn, és megvan az a kép innen a régről, ahol itt két villamos áll, és ugye várják a szembejövőt. Na, tehát itt látjátok, hogy Színház téri kitérő, ez itt volt, és itt már két vágány volt, és a régi képeken például az az épület, meg a szemben lévő, az nagyon jól felismerhető. És itt is, ahogy a két villamos éppen kikerüli egymást itt a kitérőbe. Na. Ide fogom azt a képet bevágni, és itt ennek az üzletnek a sarka is látszik még. Na, van a Színház téri kitérőről, még innen van egy jó kép, ahol nagyjából ugyanez látszik. Ugye itt épületnek a sarka, ugye ez az épület, ez pont nem, mert valamelyik emeleti ablakból fotózták innen, viszont pont amikor az egyik villamos vár a kitérőbe, és szemből onnan jön a másik. Valószínűleg abból az ablakból készítették, vagy ebből. És akkor itt a Király utca vége, és bizony itt jött a villamos, és ez már a Széchenyi tér, ott a háttérben látszik a dzsámi, arra jól felismerhető, és ez már régebb óta ott van, ezt még a török időkben építették, és itt a lovasszobor mellett is van, megvan a kép itt is innen, majd bevágom ide, ahol itt látszik a villamoskocsi, hogy itt van, és itt ment tovább egyébként egyenesen az egyik ága, viszont itt volt egy másik vonal, amelyik a Pécsi vasútállomás fele ment itt lefele. De ezt majd később járom be, egyébként majd tovább megyek egyenesen. A Tüzér utcáig, ahol a laktanya van, ott volt a végállomása. Itt az egyik járatnak. Úgyhogy először azt járom be, aztán majd onnan visszajövök ide, és majd lefele. Kint a Király utcán több helyen megvan a felső vezetéktartó Campo, viszont ugye nem mindéket lefilmezném, akkor sose érnék a végére. De ott több házon is megtalálhatók a Campók. Csak egyet-kettőt mutattam meg, nem az összeset. Innen nagyjából ebből a szögből van még egy végi fénykép, hogy Király utca fele, tehát itt volt a itt látszik a vasútállomás felé leágazó vágány, meg az egyenesen továbbjövő is. Tehát itt hogy kanyarodtak be a sinek a Király utcába, az nagyon jól kivehető erről a képről, és ez az épület, ez jó mérvadó, tehát ez már akkor is megvolt, és nagyjából ugyanígy is nézett ki. És akkor a villamos, na nézzük tovább, hogy jött a villamos, így ezen a szakaszon jött, és így tovább errefele, és itt ment el. És egyébként itt van is még egy emléke a villamosvonalnak, bár ezt úgy tudom, hogy nem akkor hagyták meg ezt a sínpártit, hanem ezt utólag építették ide, mint egy mementónak. Hát itt ennyi emléke maradt a villamosnak. 1913 és 1960, amikor létesült és amikor megszűnt. És sokáig én is azt hittem, hogy ennyit meghagytak a villamosból. No felszedéskor, de nem, hanem ez később épült ide. Viszont az eredeti nyomvonalra épült vissza, ez a pár méternyi sín.
egy régi képen innen is jól lehet látni, hogy így fordult be a villamos, és így jött. Így erre felem. És egyébként ma a Jókai téren vagyunk, ezen így keresztül ment a villamos így a szélénél. És itt egy kiállított villamoskocsi. Nagyjából az egykori nyomvonalon szintén. És még azt is el tudom képzelni, hogy ez közlekedett, mert hasonló kocsik közlekedtek a pécsi villamosvonalán. Balokányfürdő, kint is van, nem tudom, hogy végigállom, ez 107-es pályaszám. Vagyis hát viszonylag szám inkább. Na itt vannak a pontos időpontok. 1913. október 20-án indult el a villamos közlekedés. 1960. augusztus 31-én szűnt meg. És látjátok, nem áll teljesen síneken, csak a kerék, vagy a kerekei alatt van sín. Viszont jól látszanak a sínfékek, meg itt a forgóváznak az elemei. És bizony a másik végállomás a Tüzér utcában volt, arrafele tartok most. És továbbra is irány a Tüzér utca fele, a villamos az itt jött. Ott pedig mindjárt el fog lobogni egy villamos pótlójárat. Ugye amikor felváltotta a busz közlekedés villamost, és itt van az Uránia mozi. És így errefele tart a Tüzér utca fele, errefele kell menni. Ugye a laktanyáig. És bizony a villamos is így ment követve ezt az utat. Közben a Szigeti utcára érkeztem, és a villamos még mindig itt jött. És arrafelé ment. Akkor nyilván még nem volt ennyire beépülve a környék. Most már lehet, hogy... Szóval most már lehet, hogy gazdaságosabb lenne most, hogy így, hogy ide lakóházak épültek környékre, de hát 1960-ban ez még szerintem még kihaltabb hely van, de majd fentről ponton szét fogok még nézni, a régebbi képeket keresve. Lehet, hogy 1960 előtt is van egy pár, amikor még a villamos megvolt. De a térkép szerint itt volt a végállomás, ahol most vagyok. De a korabeli képet nézve nehéz belőni, hogy melyik oldalt és hol. Mutatom a másik oldalt, hát meg ezt a képet, de be fogom vágni ide is, de megmutatom, hogy ez alapján próbálom keresni, hogy hol lehet, de semmi, hát ugye mellettünk a kórház van, tehát szerintem ennek az épületnek a helyére épült. Annyi látszik így a képen még, hogy egy kétvágányos végállomás volt. Az valószínűleg egyszerű kitérő rendszerben működött. De hát akkor ez az ága, ez ennyi, és a hadapró volt a végállomás neve. Közben átjött a másik oldalra, jobban szétnézi, de... Vagy itt volt vagy valahol az épület és a végállomás, vagy pedig itt az épülőház helyén, tehát gyakorlatilag ennyit lehet belőni. Jól lehetett. És akkor most vissza kell menni a Széchenyi térre, és a vasútállomásig elmenni a másik ágon. És akkor ismét itt a Széchenyi téren, és erre fele jött a vasútállomás felé vezetőjág, most akkor irány tovább erre, egyenesen lefele a Rákóczi útig. Na, tehát a villamos az itt fordult be, és itt a Rákóczi úton ment tovább egyenesen, így erre fele. Azt hiszem minden is lesz majd kép. Majd ha találok, akkor bevágom azt hiszem, hogy... Nézzétek elő. Jöttem, és így erre megyek tovább, a villamos is itt ment. Ezen az úton végig. Na, itt viszont már sima, így megmondani, hogy jól jött a villamos. Itt a Zsolnai szobor a körforgalomba, és így itt kiadja az ívet. És erről van is kép, hogy itt a Zsolnai szobor előtt megy a villamos, ezt megkeresem majd, és akkor ide beteszem. És ott így... Közben eljött itt egy busz, hát hogyha errefele jött volna, akkor mondhatnám, hogy a villamos pótló, de másik irányba ment, és akkor errefele van a vasútállomás, itt egyenesen lefele. Hát valahol itt volt a körforgalomnál a villamos végállomása, és valószínűleg még errefele is tartott, ahol most a helyi buszpályaudvar van. Ugye azt mondom, hogy Pécsen ezt hívják parasztelosztónak, vagy parasztaki szinten egyszerűen, de bár az lehet, hogy a helyi buszállomás lesz a távolsági. Én azt sincs innen messze. De akkor nagyjából itt a pécsi villamosos videó az ennyi lett volna.
látjátok, jönnek a buszok, amik felváltották a villamos közlekedést 61 évvel ezelőtt. És valószínűleg Pécsen logikus döntés is volt felszámolni a villamos közlekedés, mert akkoriban a buszok modernebbek voltak és jobban el is tudták itt látni a közlekedést. Bár hogyha a tervezett bővítés végrehajtották volna és azóta fejlesztették volna, nyilván a villamos is. Most mi a szépes lenne? Tilos a rendőrök elvisznek, hagyd abba! Nem fotózok, videózok, de egyébként nekem van engedélyem. Nincsen, de nekem van, hidd el, hogy van. Viszont tessék, helyi komuna is megnyilvánult.